Három diákot is előállított a rendőrség a szerdai tegnapi tüntetésen, mert a rendőrök szerint a diákok a Lánchíd elfoglalásával megsértették a gyülekezési törvényt. Több ezeren demonstráltak délután a kormány felsőoktatási politikája és kapkodása ellen a Magyar Tudományos Akadémia előtt. Aztán a Margit hídhoz vonultak. Este viszont már csak pár száz diák ment elfoglalni a Lánchidat. Ők viszont kitartóak voltak, és éjfél után is az 5. kerületi rendőrség előtt várakoztak. Két beszélgető társam Ábrahám Máté gimnazista és Füzesi Károly egyetemi hallgató is szervezői voltak ennek a tüntetésnek. Jó estét kívánok, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Tegnap este kint voltak mind a ketten nyilván. Így van, természetesen. Hogy alakult ez a hirtelen Lánchíd foglalás? Ugye nem volt előzetesen tervbe véve, hogyha én jól figyeltem az eseményeket. Miután vége lett ennek a vonulásnak, ami a Margit hídon ért véget valóban, utána a tömeg egyik fele Budára, a másik fele Pestre ment, és végül kvázi spontán találkoztunk a Lánchídon, ahogy a vonulási útvonalak ott értek véget, és akkor tartottunk egy hallgatói fórumot tulajdonképpen a Lánchídon, ami technikailag borzasztó nehéz volt, mert tényleg akkor még azért jó pár százan voltunk, és hát nem volt elég hangos a moderáció, mert valójában itt nem is voltak igazán vezetőink, hanem amerre éreztük, arra mentünk, vagy amerre a tömeg szeretett volna, arra mentünk. De épp a moderátorukat találta meg a rendőrség. Igen, tehát hogy az előállítások azok azért voltak ellentmondásosak, és azért érezzük, hogy nem teljesen volt feltétlenül jogos a fellépés, mert úgy tűnik, hogy arra hivatkozva állították elő ezeket az embereket, hogy ők voltak a tüntetés vezetői, de valójában itt nem voltak vezetők, ők voltak azok, akik próbálták az emberek véleményét artikulálni. Kicsit úgy tűnik, hogy erre nincs felkészülve a gyülekezési törvény, hogy ilyenkor pontosan mi történik, amikor egy spontán demonstrációt azért mégiscsak valakinek kézben kell tartania. És igazából amikor már igazából a tömeg már nagyjából azon az állásponton volt, hogy megyünk le a hídról, és oda megyünk vissza, ahol az egész elindult az MTA elé. És ekkor történtek az előállítások, arra hivatkozva, hogy ők, mint később kiderült, a gyülekezési joggal visszaéltek. Azt gondoljuk, hogy ez nem teljesen valós ez a vád. Ilyen, ekkor egyébként volt egy megható esemény, amikor beültették a rendőrautóba ezt a három embert, a tömeg nem hagyta, hogy elvigyék őket, de egyéb atrocitásra nem került sor. Egy ideig a földön ültek az emberek, és próbálták azt követelni, hogy engedjék szabadon őket. És folytatása ennek az ügynek feltételezem nem lesz, tehát akiket elengedtek azokat. Figyelmeztetésben részesítették csak őket. Azt hiszem ez valami olyasmit jelent, hogy 2 évben belül, hogyha valami hasonló problémát okoznak, akkor, vagy hát ezt közölték velük, hogy 2 éven belül nehogy valami csúnyát csináljanak. Mondjuk hasonlóan csúnyát lehet, hogy már jövő héten talán nem az ünnepek miatt, ha folytatják a tüntetéseket, akkor ilyen helyzetek még ezek szerint előállhatnak. De beszéljünk a tartalmi részéről, azt mondja a kormány, gyakorlatilag, hogy önök elégedetlenek, vagy telhetetlenek, hiszen teljesült az alapkövetelés, visszaálltak a keretszámok, sőt, el is törölték a keretszámokat, el is törölték a nem népszerű részösztöndíjas képzést, és érthetetlenül állnak azelőtt, hogy akkor miért nem elég? Annyiban igazuk van, hogy elégedetlenek vagyunk, a telhetetlenség szerintem az már rossz jelző, ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy a keretszámokat például módosították, azáltal ez egy jófajta gesztus, mert ez egyfajta csatát nyertünk olyan szempontból, hogy ekkora civil még nem volt olyan civil megmozdulás, ami a kormánynak bármilyen döntését befolyásolta volna, most meg egy pálfordulást értünk el ezen a téren. Viszont nem szabad túlbecsülni a sikert, mert nagyon fontos kérdésekben még nincs megoldás. Nem a keretszámok drasztikus csökkentése, harmadolása volt az ok, ami miatt elkezdtek tüntetni? Ez csak egy szikra volt, de ez már egy folyamatnak csak a csúcsa volt. Úgy gondoljuk, hogy önmagában az jó, hogy egyre több hallgató, vagy megmódosult ez a javaslat, és több hallgató, lesz lehetősége állami pénzből tanulni, de nagyon fontos a létszámok elosztása. És ebben nincs előrejutás, mivel hogy a jelenlegi kormánytervezetből, ami kiolvasható, még mindig jogászok, közgazdászok nem kapnak lehetőséget állami képzésben, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy a keretszám kérdés az csak egy volt a 6 megfogalmazott 6 pontból,
és van továbbra is 5 nagyon fontos követelés. Többi 5 követelés között az egyik legfontosabb ez a bizonyos röghözkötés, a hallgatói szerződés. Bár egyébként, ha nem lett volna a keretszámok drasztikus csökkentése, akkor önmagában a hallgatói szerződés miatt, mintha nem lett volna most valószínűleg ez a nagy tüntetés sorozat. De most, hogy már kitartanak, most azt mondja a kormány, hogy ez igazságtalan viszont, amit röghözkötés ügyben, vagy hallgatói szerződés ügyben képviselnek, hiszen miért képezzünk mi magyar adófizetői pénzen, úgy fogalmazott Gyurcsány András kormányszóvivő, hogy jóléti államok számára értelmiséget. Hát nagyon szeretném, hogyha azon dolgozna a kormány, hogy a jóléti állam az itt is létrejön. Ezek szerint mi még nem vagyunk. Hát ez egy új információ számomra. Én azt hiszem, hogy ha nem is nagyon vagyunk jól, de azért szeretnénk jól érezni magunkat, és az nagyon jó van, hogy a kormány tényleg azon dolgozna, hogy ezek az emberek maguktól maradjanak itt. Tehát, hogy na jó, de ennek az érvnek egyébként van racionalitása, hogy amikor a magyar adófizetők pénzéből valaki diplomát szerez, és azt külföldön kamatoztatja, akkor hát ezt a befektetést, amit egy közösség bele investált, ezt érítse vissza. Javaslok egy másik megközelítési módot, azt, hogy ez hány ember zár ki valójában attól, hogy bejusson a felsőoktatásba, és pont azokat az embereket zárja ki a hallgatói szerződés, akiknek nincs olyan biztos hátterük, és akiknek legfontosabb volna, hogy a társadalmi mobilitás. Miért zárná ki? Hát csak azt kell vállalnia, hogy a következő 20 évben a képzési idő kétszeresét Magyarországon dolgozza. Ezt vállalhatja bár, szerintem ez egy döntés kérdése. Szerintem ez egy olyan jelenség, amikor van egy család, mondjuk, ahol ez az egyetemre menés egy új dolog volna, és hogyha látják azt, hogy itt olyan kemény feltételek vannak, hogyha nem fejezi be időben, akkor is vissza kell fizetni. Azt hiszem, hogy volt egy ilyen felvetés, vagy úgy tűnik, hogy mint a hallgatói szerződés, az nem csak, hogy megmaradna, hanem még komolyabb is, vagy szóval, hogy súlyosabb feltételek is lennének. Tehát, hogy arra gondolok, hogy ha egy olyan családból, ami a hallgatók 6 pontjának a 6. pontja, hogy legyen meg a társadalmi mobilitás, és a szegényebb családokból is lehetőség legyen bejutni az egyetemre. Csak elképzelek egy szituációt, hogy úgy tűnik, hogy ilyen kemény feltételek kell csak állami ösztöndíjat kapni, és elképzelhető, hogy előbb-utóbb vissza kell, fizet még nem is akkor, hogyha az ember külföldre megy dolgozni. Azt hiszem, hogy ez nagyon az ellen hat, ami a kormánynak az a hallgató követelése lenne, és azt reméljük, hogy a kormány célja is lenne előbb-utóbb. Hogy ez tartana vissza a társadalmi felemelkedéstől fiatalokat, hogyha el kell fogadniuk, hogy az egyetemet be is kell fejezni, és ha el kell fogadniuk, hogy utána Magyarországon dolgoznak, akkor már nem éri meg az egész? Nem erről van szó, inkább mi azt látjuk problémának, hogy ez EU-s normákkal is szembe megy, illetve több szempontból is jogsértő. Az félreértés ne essék. Azzal az elvvel, hogy aki itthoni hazai pénzekből kapott valamit, ez jelen esetben egy tanulás, utána próbálj meg a tudását itthon befektetni, ezzel senki nem vitatkozik, ez egy nagyon fontos alapkérdés. A kérdés az, hogy ezt a problémát, hogy ők itthon dolgoznak vagy sem, ezt hogy oldjuk meg. Nem biztos, hogy ez a bilincs a legjobb módszer, szerintem, hogyha kapnának lehetőséget, lehet itthon maradnának. Milyen lehetőségre gondol? Hát nem tudom, például egy orvos tanul 7 éven keresztül majd, elég nehéz feltételekkel jut a munkavilágába, de ez csak egy példa a sok közül. Nem jut talán nehéz feltételekkel a munkavilágába, hanem egyszerűen a sokszorosát keresheti a magyar jövedelmének külföldön. Ezt a kérdést nem fogjuk tudni a következő években feltehetően rendezni, hogy mondjuk Angliában a 10-szeresét kapja egy orvos annak, amit Magyarországon hála a pénzestül. Tehát akkor mi lenne a megoldás mégiscsak, hogy az orvosaink, akiket ugye mi mindannyiunk pénzéből képezünk ki, vagy maradjanak itt, vagy ha elmennek a 10-szeresét keresni, ami szívük joga, akkor fizessék vissza, nem biztos, hogy egyszerre, lehet egy hosszabb időn keresztül, valamilyen struktúrában, részletekben azt az összeget, amit mi mindannyian az ő diplomájukban, amit olyan jól értékesítettek külföldön, belefektettünk. Én mindig úgy érzem, hogy ez egy fordított megközelítés, és egyébként a hallgatói szerződésre még az is, hogy rengetegen emiatt nem is kezdik el a tanulmányokat, mert úgy gondolják, hogy rendben van, hogyha itt ilyen feltételek vannak, elmegyünk Bécsbe, elmegyünk Németországba, elmegyünk akár már Angliába tanulni is. És akkor aztán meg valószínű, hogy ott is maradnak. És akkor, hogy mondjam, hát itt már akkor fordítva közé tettük meg a kérdést. Milyen megmozdulásokat szerveznek a következő időszakra? Orbán Viktor elhíresült megállapítása szerint, ugye karácsonyra ki fog fújni az egész, önök szerint? Ez nagyon szép gesztus, hogy karácsonyra akkor majd most megmondják, de nem szabad elfelejteni, hogy 2 hónap van a jelentkezés beadásaig az egyetemekre, és
egyszerűen nem érzik biztonságban magukat a diákok. Még hétvégén úgy volt, hogy 10 000 hely lesz, most 55 000 vagy 50 000 hely, ki tudja, hogy jövő héten mi lesz. Nem, fontos alapdolgok még nincsenek kész, ami elengedhetetlen a jelentkezéshez. Ilyen például a edukáció kiállítás, vagy a... Mi annak a neve annak, akik a felvételi tájékoztató? A felvételi tájékoztatók még nem készültek el, és ezek olyan fontos és meghatározó kérdések a választásban, amik elengedhetetlenek, de még ugyanúgy nincsenek készen, mint a tervezet sem. Tehát... Ezekről a részletekről tehát nyilván egyeztetni fognak, ez látszik egyébként, hogy a kormány szeretne is egyeztetni, olyannyira, hogy Balogh Zoltán tegnap kiment Nagy Dávid Hőok elnökhöz, és megpróbálta bevinni a minisztériumba egy egyeztetésre. Önök milyen tüntetést, demonstrációt, egyetemfoglalást, bármi ilyesmit terveznek a következő időszakra, amíg ezek az egyeztetések, tárgyalások, részletkérdés, kidolgozások nem zárulnak le? Tegnap én egy hallgatói fórumon voltam az ELTE bölcsészkarán, amiről aztán a téli rózsás tüntetésre vonultunk át, és a hallgatói fórum az ma is, és holnap is meg fog történni ismét. Úgy tűnik, hogy az érdekszövetség az egyetemmel egy teljesen másfajta egyetemfoglalási módszert szült meg most itt nálunk, mint ami más országokban előfordul, mert valójában nekünk most nem az egyetem ellen kell küzdenünk, ami ez sokszor előfordul, és annak a lényege az egyetemfoglalás, hogy az egyetem felé is demonstráljuk, hogy mi itt most elfoglaltuk az épületet. Itt valójában az egyetemmel együttműködve dolgozunk azon, hogy elérhessük a céljainkat, ami a 6 pont teljesülése, amiből megmondhatjuk, hogy egyet úgy, ahogy megpróbált, vagy igyekeznek. Tehát amíg mind a 6 pont nem teljesül, addig kint lesznek az utcákon, vagy az egyetemeken, vagy folytatják a gyakorlást. 6 pont zárásaként mindig hangsúlyozunk, hogy a tiltakozásokat addig folytatjuk, amíg a követeléseink nem teljesülnek. Ezt megszavazta a fórumunk, és azt hiszem, hogy nagyon sok fórum megszavazta már, és ennek nem az a lényege, hogy mi most így ennyire ragaszkodjunk ahhoz, hogy mit akarunk elérni, bár nagyon ragaszkodunk ahhoz, de azt szeretnénk, hogy mindenki vegye észre, hogy az érdekeinek az érvényesítésére most van itt a lehetőség, és hogy hosszú távon gondolkodjunk abban, hogy próbálkozzunk megmondani, hogy mi az, amit szeretnénk, és az emberek emeljék fel a hangukat. Azt hiszem, ez a nagyon régóta hiányzott. Szerintem nagyon sokan azért örülnek mostanak, ami történik, mert végre valami olyasmi történik, hogy az emberek kiállnak magukért. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük.